Az előző idény utolsó Zalaegerszeg elleni mérkőzését követően nem csak az ellenfél játékosaitól, hanem saját társaitól és a nyíregyházi klubtól is elköszönt Bús Iván. A 29 éves kosaras úgy döntött, hogy a jövőben nem kíván a legmagasabb osztályban játszani. Tisztában vagyok a képességeimmel, korlátaimmal, azt tudom, hogy NBA-1 A csoportban már nem tudtam volna olyan szinten kosárlabdázni, meg olyan szerepben, amiben én élvezem a kosárlabdát. Emiatt szeretném még, tehát még kicsit visszás volt, mert sok helyen az úgy jött le, hogy befejeztem a kosárlabdát, nem fejeztem be a kosárlabdát, szeretnék még egy pár évig pattogtatni, de ezt mindenféleképpen úgy tényleg, hogy élvezem, és emiatt élődött már bennem a gondolat. Sőt, nem mondom, hogy amikor feljutottunk, sem ment át a fejemen, de akkor volt ott az eufória, meg nem tudtam tiszta fejjel gondolkodni, pedig tudtam, hogy ez fog történni, hogy úgy döntöttem, hogy mindenféleképpen, még ha már ennyit küzdöttünk azért, hogy élvonalba jutassuk a Nyíregyházát, akkor még elvállalom ezt az évet. Bús Iván tagja volt a 2011-ben junior bajnoki címet szerző nyíregyházi csapatnak, majd két év paksi és egy-egy év soproni, illetve szombathelyi szereplés következett. 2015-ben tért haza, majd egy évvel később a Nyíregyháza kiesett az élvonalból. Nem is jó annyira visszaemlékezni arra az évre, és nem is feltétlen arra, amiatt, hogy kiestünk. Hát a legrosszabb emlékeim talán az évhez köthetőek. Említsem például a négyszeres hosszabbításos vereségünket a Gabányi csarnokban, a MAFC ellen. Az volt az egyik legrosszabb, hogy a csapat kohézió sem tudott annyira kialakulni a játékosok között, mert szerintem nagyon-nagyon sokat nyomott alatba, hogy nem is volt saját csarnokunk. Úgy edzettünk, meg úgy éltük a mindennapjainkat, mint régen az utánpótlásban, hogy mentünk a kis edzéscuccunkkal, edzés után már mennünk kellett, mert zárta az általános iskola, tehát elég vontatott és zaklatott év volt. 5 évig a második vonalban szerepelt a Nyíregyháza, majd tavaly emlékezetes párharcban a BKG Prima Akadémiát felülmúlva jutottak fel a cápák. Bár az irányító a korábbinál kevesebb szerepet kapott, sikeresnek ítéli meg az előző idényt. A éveleim megkérdezték volna a szakértőket, vagy akkor a kosárlabda szeretőket, hogy kit gondolnak, hogy ki fog esni. 10-ből 9-en minket mondtak volna, amit jogos is, mert költségvetésileg is ugye az aljához tartozunk a mezőnynek, hogy tartoztunk, illetve mindig a friss kiesőnek, vagy a friss feljutónak azért ugyanazként nehéz szerepe van. És ugye úgy is kezdtünk, tehát az a 0-6, ott sorsolás ide vagy oda, nem jött jól, és akkor utána arra is nagyon visszagondolom, amikor Meni érkezett, és zsinórból győzelemmel stabilizáltuk a helyünket. Voltak hullámvölgyek, abszolút egyébként a szezonban, de pont beszéltük is egymás között, hogy szerintem, hát követem körülbelül 20 éve ugye a Magyar NB1-et, szerintem most volt tényleg először egy olyan szezon, 20 év alatt, hogy bárki, bármikor, bárkit, bárhol. A Nyíregyházáról 7 év után távozó játékos a fővárosban folytatja pályafutását, az NB1B piros csoport újoncánál, az Újpest megyeri Tigrisek csapatánál számítanak Bús Iván gólpasszaira és kosaraira.